Este 7 órakor zártak két szavazókör, az akaratjaiban számolták meg a voksokat. A nap folyamán itt volt nagyobb a véleménynyilvánítási hajlandóság. Kenesén alig volt szavazó, igaz, itt csak egy utcányi lakos szerepelt a névjegyzékben. Végül a 779 választásra jogosult, 61%-a járult az urnákhoz. Már a délelőtt folyamán sokan nyilvánítottak véleményt, az aggasztyánoktól egészen a fiatal felnőttekig. A döntő többség, pontosan 87,18% döntött az önállósodás mellett. Véleményem az ideje volt, előbb kellett volna, és csak jobb lehet, mint ami eddig történt. A dolog lényegét illetően azt hiszem, amit a bizottság a számokat elénk tárt, az azt bizonyítja, hogy ezt kell tenni. Úgy gondolom, jobban el tudjuk majd osztani a rendelkezésünk álló kereteket és mindent, és a falu jobban fog fejlődni. A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak fele plusz egy fő megjelenik, és akkor eredményes, ha a szavazatok fele plusz egy voks támogatja az elszakadást. Így a hétvégi voksolás érvényes és eredményes volt. Akik elmentek szavazni, azok döntő többséggel, közel 90%-ban úgy döntöttek, hogy le kíván válni akaratja településrész Balatonkeneséről. Természetesen ezt nekem figyelembe véve támogatnom kell ezt az erőfeszítést és kezdeményezést. A véleményem pedig az, hogy mint mindenben az összefogás, a centralizáció és az egységes dolog vinne bennünket előre. Én egy picit félek ettől a leválástól, mert ebből senki nem jön ki jól. Én úgy gondolom, hogy mind a ketten gyengülünk, mint Balatonkenese, mint pedig Balaton akaratja is. Ám a jelenlegi helyzetben, ha a nép akarat ez, akkor ennek megfelelően fogjuk a további lépéseinket megtenni. A polgármester elmondása szerint nem történt törvénysértés, így nem támadják meg az eredményt. Az elszakadást előkészítő bizottság a leválási dokumentációt a megyei kormányhivatalon keresztül az illetékes miniszterhez juttatja el, aki felterjeszti a szavazás végeredményével együtt a köztársasági elnökhöz. Önálló település a 2014-es önkormányzati választások után lehet Balaton akaratja.